Mint arról beszámoltunk, szerdán egységes döntést hozott a megyei közgyűlés a topos pályázatokról. A testület elfogadta a Nemzetgazdasági Minisztérium irányítóhatóságának javaslatait, így elindulhatnak a terület és településfejlesztési operatív program fejlesztései. A döntésnek és a folyamat beindulásának örülnek a Jobbik képviselői, mondta Szücsné Major Ildikó, a párt megyei képviselője sajtótájékoztatón, de hozzátette, aggódnak, hogy túl sok projekt kivitelezése kezdődik majd egyszerre. Közel 2 éves csúszásban van az Európai Uniós forrásoknak a kifizetése. Ez most nagyon örömteli, hogy ez kellő dinamikával megindult, azonban félünk attól, hogy túl sok projekt fog egyszerre megvalósulni, és ez komoly problémákat vethet fel. Egyrészt a kivitelezésnél, másrészt az ellenőrzésnél, és hogy magát a ciklust idejében le tudjuk-e zárni, és megfelelő módon le tudjuk-e zárni. Szücsné kifogásolta, hogy a közgyűlési tagok későn kapták meg a pályázati anyagokat, ugyanakkor hozzátette, a szavazás előtti szünetben átnézték azokat, és szakmai, nem pedig politikai szempontokat figyelembe véve döntöttek. Ígéretet kaptak arra, hogy a jövőben hamarabb jutnak el a képviselőkhöz a szükséges információk, tette hozzá. Fogadja, mert különben...